Köszöntöm nézőinket, sziasztok! Ahogy ezt bizonyára sokan tudjátok, Marci a következő hetekben egy ösztöndíjjal az Egyesült Államokban tartózkodik, így a Partizán adásainak készítéséből csak korlátozottan tudja kivenni a részét. Ugyanakkor nekünk közös vállalásunk felétek, hogy az ország és a világ legfontosabb, legrelevánsabb történéseiről valós időben számolunk be. Épp ma egy éve tartották Magyarországon az országgyűlési választásokat, amelyek a Fidesz számára története legnagyobb győzelmét hozták. Így nem fordulhat elő, hogy a Partizánon erről a jeles évfordulóról ne emlékeznénk meg, és ne próbálnánk meg egy picit számot vetni azzal, hogy mi is történt az elmúlt egy évben. Marci távollétében én fogom vezetni ezt a műsort, én Papp Szilárd vagyok, a Partizán politikai szerkesztője. Mozgalmas év van mögöttünk, évtizedek óta nem látott megélhetési és inflációs válsággal, háborúval Ukrajnában, felfüggesztett uniós támogatásokkal és egyébként sok más gazdasági és társadalmi problémával együtt. Egy ilyen diadalmenetnek nem feltétlenül nevezhető időszak után általában a kormányok népszerűsége mélyrepülésnek szokott indulni, az ellenzék ázsiója pedig növekedésnek. Na, ez a helyzet Magyarországon nem állt elő mindez idáig, és ezt a látszólagos paradoxon próbáljuk ma meg szétszálazni meghívott vendégeinkkel, elemzőkkel, a Partizán barátaival. Az első blokkban itt lesz velünk Lakner Zoltán és Ruf Bálint, akivel a pártpolitikai palettán fogunk szétnézni, a második blokkban pedig egy picit kizúmolunk, és Kerner Zsolttal, illetve Magyari Péterrel azt nézzük meg, hogy hogyan alakult át a kormány mozgástere az Európai Unió szintjén, illetve a nemzetközi politikában. Mielőtt elkezdenénk, azonban arra szeretnék kérni titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve arra is kérnénk, hogy adjátok nekünk a személyi jövedelemadótok 1%-át, idén a Partizán is tudja ezt már fogadni. A Nemzeti Adó és Vámhivatalnak a felajánlásotokat május 22-ig tudjátok bejelenteni. Minden információt ezzel kapcsolatban megtaláltok a leírásban. És akkor itt is van velünk Ruf Bálint, politikai tanácsadó, és Lakner Zoltán, politikai elemző, a jelen főszerkesztője. Köszi szépen, hogy eljöttetek. Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, nézzünk meg egy bejátszót az elmúlt egy év legerősebb politikai pillanataiból. Köszönöm mindenkinek! Magyarország a fogyasztói árak tekintetében mindeddig fent tudta tartani a rezsicsökkentést. Most azonban van egy háborús veszélyhelyzet, éppen ezért hoztuk létre a rezsivédelmi és a honvédelmi alapot. Ebben gyakorlatilag extra profit különadók kerülnek. Kedves barátaim, elvállaltam a demokratikus koalíció elnökségének a felkérését. Árnyék kormányt alakítok, és honnan bemutatom az árnyék kormány árnyék minisztereit. A Median szerint a kétfarkú kutyapárt a legnépszerűbb az ellenzéki oldalon a 40 alattiak körében. A fiatalok között a felmérés alapján a párt csak 3%-kal marad le a Fidesz mögött. Eljött az a pillanat, hogy a magyar kormány is energiaveszélyhelyzetet hirdessen. A csökkentett gáz és áramár csak az átlag magyar háztartás fogyasztásának mértékéig marad érvényben. Aki az átlagnál többet fogyaszt, az a többletet már piaci áron fizeti. Nézze, ha maga 30 éve újságíró, nem tudom, hogy hány éve újságíró, de majd több. Hát, újságíró akar maradni, nem most már, valószínűleg ebben a szakmában marad. Igen. Miért kell azért haragudni egy politikusra, hogy politikus akar maradni? Megtanulta a szakmát, sok küzdelmen van túl, érti is, becsülik is az emberek, politikus akar maradni. Maga van egy leépülő csatornánál, annak a nézettsége 12 ezer összesen, és azt mondja egy másik csatorna, hogy most még jöhetsz, most mi tudok műsort adni. Én megnyugodtam, tehát látom, hogy a dolgok rendben vannak. Legutoljára egy éve voltatok itt a választások másnapján ebben a felállásban, és akkor ugye a kampányt elemeztétek. Részben ugye a Fidesz sikerét, illetve az ellenzék vereségét. Ti hogyan látjátok az elmúlt egy évben a különböző szereplők mindkét oldalon tanultak? Az egy évvel ezelőtti választásokból levonták a következtetéseket, ki hogyan, milyen mértékben? Zoltán. Megnéztem, hogy mit csináltunk itt egy évvel ezelőtt, és az az igazság, hogy nagyon sok olyan mondatunk volt, és ezzel nem a mi fantasztikus előrelátó képességünket szeretném dicsérni, hanem hogy a helyzet állandóságát próbálom ezzel leírni. Szóval nagyon sok olyan mondatunk volt, ami ma is megáll. Például arról beszéltünk, hogy egy autokráciában élünk,
és hogy ennek vannak következményei. És szeretném hozzátenni, hogy nem csak a pártoknak a versengésére nézve vannak következményei, a mi szakmánkra nézve is vannak következményei, tehát azok a keretek, amelyek annak a politikai elemzésnek a műveléséhez szükségesek, amit mondjuk én a előrehaladott koromnál fogva már 20 éve művelek, egyszerűen nem állnak rendelkezésre. Tehát nem arról van szó, hogy van egy szabad nyilvánosság, abban vannak versengő politikai erők, és akkor mi azt vizsgáljuk, hogy a különböző események, a különböző kampányok, kijelentések, azok hogyan változtatják meg a választópolgárok véleményét, netán attitűdjét, magatartását, átmennek egyik szavazói táborból a másikba, hanem hát van egy torz nyilvánosság, van egy olyan pártrendszer, amely tulajdonképpen követi a modern, alkotmányos magyarországi hagyományokat, és van parlamentarizmus, csak demokrácia nélkül, van egy túlnyomó többséggel bíró politikai erő, és tulajdonképpen az zajlik a közéletben, ami az ő kiszorító hatása elől el tud menekülni. Tehát ott zajlik vita, amit éppen nem ér el a Fidesz. Tehát ez az alaphelyzet. És szerintem ennek az alaphelyzetnek a, hát nem kialakulását, mert ez nem egy évvel ezelőtt alakult ki, hanem így megpecsételődött, így még mélyebbre ment, láttuk egy évvel ezelőtt, és ennek a következményeit éljük szerintem sok tekintetben, mert hogy talán erről lesz érdemes a legtöbbet beszélni, mert valahol persze az egy ilyen, nem tudom, hungarikum, vagy egy ilyen politológiai csoda, ami zajlik Magyarországon, hogy itt állunk egy 25%-os inflációval, itt állunk szerintem egy nagyon sokrétű válsággal, szerintem Magyarország egy nagyon komoly válságban van jelenleg, de erről tényleg majd beszéljünk részletesebben, miközben a hatalom nincsen válságban, és én egyelőre nem tudnám azt állítani, hogy itt akár csak mutatóban vagy jelzésértékűen fölbukkantak volna olyan ellenzéki ajánlatok, amelyekről azt mondhatnánk, hogy hát ha ez kifutja magát, vagy még egy kicsit fejlődik, akkor egy ilyen váltópárti vagy váltómozgalmi státuszba érhet, vannak próbálkozások, majd erről is beszéljünk, de alapvetően ez a helyzet, ez a kiinduló pont, ez semmit nem módosult. Valójában pont azzal szembesülünk minden nap, hogy ez mennyire stabil és mennyire állandó, és hogy valahogy a korrekciónak a lehetőségét hogyan írtja ki a magyar politikában, ami pont a válságos helyzet következtében, mert rendkívüli veszélyeket hordoz. Bálint, te hogy látod? Hát nagyon hasonlóan. Tehát, hogy az alapkiállásom az, amit a Zoli mond, de egyetértek. Tehát, hogy nagyon sokan, tehát, és az egész közéletnek nagyon sok rétege úgy áll még mindig 14 év után a Fidesz rendszerében, mint hogyha egy, ez egy teljesen normalitás lenne, kettő, az inga, ami majd visszaleng, majd egyszer csak vissza fog lengni, három, csak azt kell csinálni, amit korábban politizálásnak gondoltunk, mondjuk 2010 előtt, legyen egy szervezetem, legyenek ügyeim, mondásaim, legyen kibeszélés, és akkor minden rendben van. És ugye szerintem ez az a dolog, hogy nem ez a helyzet, hanem az a helyzet, hogy ez egy új rendszer, amiben élünk 14 éve, és bizonyos szereplők, vagy hát visszatérő magyar történelemben, de azért ez egy ilyen szempontból új mondjuk az elmúlt 30 évben, és bizonyos szereplők még mindig azt gondolják, hogy ez nem egy rendszer, hanem csak egy állapot, ami majd egyszer csak így majd így el fog így múlni, elfolyódik, majd megoldódik, vagy a biológia által, vagy az inga által. És hogyha ránézel arra, hogy az elmúlt egy évben mi történt, és hogyha most csak a Fidesz-szel foglalkozni egy másodpercig, tehát a Fidesz lényegében a győzelem utáni két hónapot leszámítva megállás nélkül hibát hibára halmoz, tehát azok a ilyen toposzok, hogy Orbán Viktor a mindentudó, a korszakos zseni, a külpolitika, nem tudom, cicerója, ezek mind nem igazak, vagy rengeteg hibát elkövetett, minden ilyen hiba egyébként szerintem, ha nem a Fidesz rendszerében élnénk, és nem ebben az, ami, és a rendszeren a ellenzéket is értem természetesen, minden ilyen hiba, hát rengeteg, hát hogy mondjam, ódiumot tudott volna magával hordozni, de ebből nem lett semmi, mert akkor lesz valami a hibából, akkor lesz igazából hiba, hogyha van valami ellen történésével kapcsolatban. Ha ránézünk arra, hogy ő hogy állt ott áprilisban, hogy micsoda győzelmes hadvezés, de még hogy állt ott azon a bizonyos nagy nemzetközi sajtótájékoztatón, tényleg, mint egy, tehát aki tényleg lerakta negyedik kétharmad, ilyen nincsen Európában sem, holdról látszik, stb. És onnantól kezdve egyrészt a nemzetközi hangulat abban, hogy az egész háborút, mint kérdést
És azért ezt lássuk be, rosszul mérte fel Orbán Viktor, és hiába mondja azt, hogy ő akkor úgy látta, hogy nem, nem így van. Tehát, hogyha összerakjuk a híreket egymás mellé, akkor a háború kitörése előtti héten a békemisszióba indult az egy NATO ország miniszterelnöke, utána ez a békemisszió hát nem lett annyira sikeres. És onnantól kezdve minden, amit a háborúban csinálunk, leszámítva azt az ilyen útkeresést, ami volt a kampányidőszakban, onnantól kezdve riktig szembe menve abban a fajta mainstream-mel, persze ezt nagyon szereti Orbán Viktor, amit az Európai Unió, vagy az Európai Unió és a NATO követel, és ez riktig rosszul felmérve, hogy meddig lehet a dologba elmenni. És ennek az egyik csúcsa, ami szerintem erről érdemes beszélni, hogy mennyire korumpál, vagy mennyire torzítja az embert a hatalom 14 év után, amikor egy olyan dolgot csinál, hogy amit ő is mondott, ugye az volt az egyik fő mondásunk itt talán egy évvel ezelőtt, hogy élet és halál kérdése lett a végül a háború, és ez volt a kampánynak a fő szlogenje. Na most ő azt csinálta, hogy egyébként az két olyan országot, akik tényleg élet és halál között vannak, az egyiknek 1400 kilométernyi közös határa van Oroszországgal, a másik meg mellette van szintén veszélybe, összemosott avval, hogy Magyarországnak milyen alkúi vannak, vagy milyen pénzeket kap az Európai Uniótól. És szerintem ezek olyan hibák, amikre, hogy mikor fog, tehát hogy te biztos szabad példátlanok. De, és ugye itt a de, ha nincsen ez megmutatva, nincsen ellentmondva, nincsen felkínálva bármi ezzel szemben, akkor ezek a hibák teljesen fölöslegesek. Vagy csak egyetlen, én zárgózni ide. És hogy kerültünk ebbe a helyzetbe, és hogy nem is akar, tehát látszólagosan az a fajta politikai bátorság, ami ennek az ellentmondására kéne venni, ez egyszerűen kihasználatlan, és mintha már az ellenzék egy-két pártot leszámítva a politizálásnak az alapképességeit is már kezdik elveszíteni, legalább a napi szintű reakciónak a dolgát. Ha ránézel arra, hogy mi történik egy napban, hát nem nagyon látod már, hogy az ellenzék hol van. Hát egyrészt ugye, bocsánat, szóval egyrészt ugye van az, ha már a Bálint ügyesen az ellenzékre kanyarította a szót, hogy egyrészt ugye látjuk azt a helyzetet, hogy szóval mindenki a pályán van. Tehát én igazán nem vagyok pártellenes. Én igazán nem gondolom azt, hogy egy politikus ne módosíthatna az álláspontján, hogy ne vehetne fel egy új szerepet. Szerintem ez benne van ebben a játékban, de az, hogy 4/3 után erről a pályáról senki nem ment le. És így próbál a 17. nekifutásban új hitelességet nyerni, szóval nyilván nincs egy limitált száma ezeknek a próbálkozásoknak, de hát szemmel láthatóan erre egy elfordulással reagál a választóközönség. Ugye egy évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy mekkora csalódás volt, hogy messze nem volt meg a 2018-as ellenzéki szavazatszám április 3-án, 2022. április 3-án, ugye ahhoz képest is csökkent az ellenzéki tábor, tehát mindazok a folyamatok, amelyek zajlanak ma az ellenzéki szervezetek között, azok a megmaradt, már eleve lecsökkent szavazótáborért folytatott versengés jegyében történnek, és hát a másik dolog, hogy nagyon sokszor volt szó arról, 2022-t megelőzően, hogy hát az összefogás, meg hogy nem szabad, hogy ez csak technikai kérdés legyen, meg nem lehet automatikusan csak összeadni. Az a helyzet, hogy ennek a fordítottja is igaz, tehát hogy ahogyan az összefogás nem volt csodaszer, úgy a szétválás sem csodaszer, ráadásul én mindig, szóval tényleg biztos ez, mert hosszú távú memóriám javult, tehát emlékszem arra, hogy 2014-15-ben már egyszer tartottunk itt, hogy az akkori korlátozottabb együttműködést követően ilyen szinte lelkendezve szétváltak egymástól az akkori ellenzéki szereplők, mert akkor éppen azt tartották csodaszernek, tehát egy ilyen pulzálás van ebben, de ezek önmagukban még mindig csak ilyen kis technikák, és hát valóban, amit mond a Bálint, ez a politizálás alapjai, szóval tényleg a közleménykiadás az nem politizálás, és az, hogyha még föl is daraboljuk saját magunkat, és napi 24 darab közleményt ad ki 6 darab párt, ez olyan nagyon sokat nem jelent.
És ugye itt a bejátszóban is lehetett látni az árnyék kormány kísérletét. Nyilván ugye ezt az árnyék kormány kísérletet is ezen a korlátozott ellenzéki versengésen belül lehet értelmezni. Ez, vagy még egy-két talán más olyan politikai mozzanat van, amiben úgy felismerhető valamilyen politikai szándék, de hangsúlyozom, az autokrácia keretei között, egy leszűkült ellenzéki tábor keretei között, és egy olyan szituációban, amikor én tényleg azt gondolom, egy kicsit szégyenkezem kimondani, hogy mintha 13 évnyi NER után még mindig nem lenne teljesen világos, amit a Bálint mondott, hogy ez nem egy állapot, ez egy rendszer. És ameddig ennek a rendszernek a mint politikai keretnek a megértése nem történik meg, addig nagyon nehéz lesz ellenzéki politizálást csinálni, ha ez a szándék fönnáll persze. Bocsánat, csak még az ellenzékbe mielőtt belemennénk, még egy picit visszamennék a kormány oldalhoz egy picit, hogy ugye említettél egy néhány példát ezekre a hibákra, amik főleg így a nemzetközi mozgásában érvényesülnek. De hogy ti mit gondoltok, vagy be tudtok azonosítani néhány olyan pontot, ami kimondottan ilyen belpolitikai hiba, amit esetleg az ellenzék ki tudott volna használni, hogyha van rá, nem tudom, kreativitása vagy bátorsága? Hát az egész 9 hónap. Tehát ugye az, hogy olyan dolog történik, hogy Magyarországon szerintem a mi szüleink életében sem volt az, hogy alapvető élelmiszerek luxus termékekké alakultak. Tehát mondjuk egy paprikás krumplit vagy egy sajtos tejfölös tészta, mindkettő luxus termékké alakult abban, mert olyan szintű infláció volt, ami a legalapvetőbb, ugye a Fidesz rendszernek az egyik alapvető pillérje, hogy mindenki évről évre úgy érez, hogy egy kicsit jobban megy neki. És akkor ebben harandó kompromisszumokat hozni, lehet, hogy akkor nem akarok adni szabadságot, lehet, hogy akkor inkább nem fog politizálni, de legalább egy kicsit minden évben és úgy érezzem, hogy megyek előre. Ugye előre megy, nem hátra. Na most hát mit csináltunk? Hát azt csináltuk, hogy azok, hogy lényegében az élelmiszerek, mert szerintem a rezsikérdés, ugye azt ügyesen megoldották abból a szempontból, volt egy kis hezitálás, de aztán lényegében a védett körbe azért nagyon sok emberbe tartozik, és nincs akkor a tömege a nem védett körökbe tartozók, hogy egymást találjanak. Na de az alapvető élelmiszerek, meg az élelmiszeri inflációja, amiben mindenki bele tartozik. És hát ugye ezt tehát, hogy mondjam, nincs az a tankönyv, amiben egy ilyen helyzetben nem azt kéne látnunk, tankönyvi helyzet, hogy az ellenzéknek valamelyik pártja, erről majd beszélünk, hogy miért, legyen kiugró eredménye, hát hiszen az egésszel, amiben élünk, megy szembe. És mindenki, aki ebben az országban él és jár vásárolni, látja azt, hogy a pénz, amit megkeresett, az fele annyit ér ezekben a helyzetekben. És ehelyett, hogy lényegében itt van egy gazdasági megélhetési válság, ami tényleg ugye minden kutatásban az jön ki, a magyar embereket, de nem most, az elmúlt 15 évben is a legfontosabb kérdése, ugye itt tudott a Fidesz hatalomra kerülni annók még a szociális népszavazásban, ez a kérdés van. Minden más kérdés teljesen lényegtelen. És ahelyett, hogy az ellenzik igen, kicsi az erőforrása, meg nem tudom, kicsi a mozgástere, de hát, hogy csak erre kéne koncentrálni, a semmi másra, nem mindenről beszélni, mert ugye erről mindig sokszor beszéltünk itt is, hogy van mondjuk 10 téma, amik a mostani politikai helyzetben. Ebből a 10-ből 7-ben a Fidesznek van kétharmados többsége. Sok-sok ilyen kérdésben. Béke, háború, életmódbeli kérdések, vagy akár Magyarország helyzete, vagy a beérett migrációs gyűlöletkeltés, vagy akár az, hogy a jogállam mennyire fontos, vagy a korrupció, vagy ilyenek, amiben, hogy mondjam, nincsen többségben az ellenzékben. De van 3, ebben egyik eszem a megélhetés, a másik valószínűleg valahol az oktatás, a harmadik az egészségügy kérdése, amiben kétharmada van lenne az ellenzéki, ha lenne ellenzéki narratívának, és ahelyett, hogy ebből a 3-mal, hiszem ebből legfőképpen mondjuk most ebben a helyzetben a szociális részek foglalkoznának, beszélnek mindenről össze-vissza. Bocsát, ezt annyiból tudom tovább fokozni, hogy ez a 3 ráadásul összefügg egymással. Hát persze. És én nagyjából egy olyasfajta üzenetet gondolnék. Tehát mindig ilyenkor azon gondolkozom, hogy mit csinálna a Fidesz egy 25%-os inflációs környezetben, ellenzékben. És ugye 2008-ban volt egy Gyurcsány a hibás kampány, még matricák is voltak. Szerintem ennek egy ellentetje, Orbán miatt nincs pénz, most csak úgy mondom. Tehát körülbelül egy ilyen típusú üzenet környékén ezt meg lehetne fogalmazni, amiben pont benne foglaltatik az élelmiszerinflációtól, az egészségügynek a lerohadásáig nagyon sok minden. Ugye ez van földarabolva 6 vagy 7, vagy én nem tudom már hány ellenzéki párt napi 6 darab közleményével. És bocsánat, ez azért érdekes, amit mondasz, és amit visszakanyarodva az autokrácia kérdésére, hogyha az ellenzék, és most nem azt gondolja... Hát a kicsi terem van, annál hatékonyabbnak kellene. Hát, hogyha ő azt gondolja,
és azt játsza, hogy igazából, ugye ez egy ilyen végtelen keringő, amiben vannak. Így vannak a megfigyelők, vagy akik ugye a mi életünk közben így elfolyik, tehát 14 év így megy le így a semmibe, de azt, hogy igen, most kezdődik akkor az újabb keringő, ki a domináns, ki adja ezt a külső bizottsági tagot, nem tudom, Terézvárosba, ki csinálja ezt, azt, ki kapja ezt, és itt csak az emberek így néznek, mert az életük közben, a dolgaik, a problémáikra nincsen semmifajta válasz. Egy ilyen show. És hogyha ha nem így gondolkodnának, hanem az lenne a cél, hogy ugye kérdés, le lehet váltani Orbán Viktort választásokon? Tegyük fel, én azt gondolom, hogy igen. Akkor mit kell ehhez tenni? Ahhoz biztos nem azt kell tenni, hogy egymással legyünk elfoglalva, és akkor megint, ugye mindig jönnek, tényleg négy évente van, hogy akkor most éppen milyen módon fogjuk egymást legyőzni, aztán a végén utána egymásra egyesüljünk, ugye, mert kb. Ezek zajlanak. Most éppen ennek a dolga, most éppen az a újabb recept, ugye, hogy legyen egy domináns párt, akkor a domináns pártról legyenek majd szatellitpártok, de ugye hát ez... Itt is tartottunk már. Egyrészt már voltunk itt, egyrészt még ez nem visz, egy fikkasz is a közelebb ahhoz, hogy hogyan lesz egyszer, hogy egy választáson lett legyen ez Európai Uniós, lett legyen ez az országgyűlési, 50%-a van, vagy abszolút, vagy többsége van az ellenzéknek. Hogyan kerülünk ebbe a helyzetbe? Mert ugye most nem ez a cél, hogy valaki többségbe kerüljön, hanem az legyen, hogy először is a sajátjaikon, a saját ligájukban legyen valaki többségbe. Aztán a második cél, vagy harmadik cél, ez megint egy másik dolog. Egyébként erre csatlakoznék rám, mert igen, a néhány hete volt egy ilyen publicisztikád a Jelenben, amiben felhívtad erre a figyelmet, hogy ez a domináns pár stratégia is nem egy ilyen újonnan alapból előhúzott dolog, hanem már a múltban is volt erre kísérlet, és hogy inkább akkor így is kérdezném, tehát nem kérdezem meg azt, hogy mit gondoltok erről a stratégiáról, mert azt most már így elmondtátok, de hogy láttok abban esetleg másságot vagy különbözőséget, hogy most a DK-nak ez a domináns pártáválási stratégiája tanult mondjuk adott esetben korábban az MSZP, vagy a Vajnai, vagy a Jobbik stratégiai hibáiból? Nézd, annak szerintem van logikája, hogy van egy párt, amelyik pártszerűen működik, ha tetszik, a legpártszerűbben működik, mint az összes többi, és azt mondja, hogy hát itt eddig voltak különféle tapasztalatok. Ugye mindig is ez volt tulajdonképpen a lehetőség, hogy vagy együttműködünk, vagy az egyik fölében ő a másiknak. Én azt gondolom, hogy a DK-nak eleve olyanok a beállítódása, hogy neki van hajlama arra, hogy a többiek fölében nőjön. Ezt most minden pejoratív él nélkül mondom, mert a politikában ilyesmi előfordul. Itt az a kérdés, hogy el tudja azt hitetni a választókkal, hogy ez a többiek fölé növés, ez egy olyan ajánlattá tehető, amely versenyképes a Fidesszel, azon kívül pedig hát egy nagyon lényeges szempont az is, hogy ettől lesz-e több ellenzéki szavazó. Ugye e körül vagyunk állandóan, szóval attól, hogy 80 átlépnek a Párbeszédből, attól nem fognak választói tömegek odaáramlani a DK-hoz, szerintem ezt ők is kell, hogy tudják. Van ennek szerepe, én ezt nem akarom alábecsülni, tehát hogyha van egy kisváros, hát igen, de hogyha van egy kisváros, ott van két meghatározó ellenzéki figura, és az ezentúl a DK-ban politizál, én nem állítom, hogy ennek nincsen egyáltalán jelentősége, hogy ők pártot váltanak, csak ővelük nem fog menni x darab szavazó. És itt tényleg az a kérdés, hogy, és akkor itt megint visszakanyarodunk ugyanoda, ahol voltunk, hogy ezzel adresszálni lehet-e egyébként azokat a meghatározó ügyeket, amelyekről kellene beszélni, az inflációról, illetve ez talán kevésbé érinti vagy érdekli a választókat, de hát arról, hogy itt egy mély orientációs válságban van Magyarország, itt a szövetségi stratégiánk, egyáltalán az egész geopolitikai helyzetünk, az ország finanszírozása, a gazdaságpolitikánk, és itt egyébként már vannak olyan kérdések, amelyek elérnek a választókig, szóval az akkumulátorgyárak körüli vita szerintem például lehetőséget kínál arra, hogy egészen más dolgokat kezdjünk mondani a biztonságról. Ugye azt gondolom, hogy szinte az elmúlt 30 év, 31 néhány év leírható annak a küzdelemnek az elbeszélésével, hogy ki és hogyan próbálta megszerezni a biztonság fogalmát, és milyen tartalommal igyekezett azt feltölteni. Szóval az, hogy most a szomszédomban tényleg a szomszéd telken épül egy akkumulátorgyár, ami be fogja gyűjteni a vízkészleteket, és ki tudja, hogy mi a nyavaját fog magából kibocsátani, meg hogy mekkora lesz a zaj, hát ez a biztonságnak egy másfajta értelmezése ahhoz képest, amit a Fidesz mond a biztonságról. Szerintem ez egy olyan tér, ami itt kinyílik, és erről lehetne beszélni. Bizonyos értelemben, amikor az ellenzéki pártok saját maguk földarabolják a napi hírciklust, illetve arról
arról számolnak be, hogy éppen ki ült át a másikuknak a soraiba, akkor voltak éppen azt a nagyon picike helyet, ami marad az ő számukra a nyilvánosságban, töltik ki hát egy ilyen törmelékkel, ami a lényegről igazából nem szólt. Szóval, hogy ettől a shittől addig lehet látni, hogy itt egyébként igenis vannak témák, amelyeket én most bonyolultan mondtam el, de egyébként ebben az, hogy Orbán miatt nincs pénz, vagy hogy nem tudom, miatta nem fog tiszta levegőt szívni a gyerek, szóval, hogy azért ezeket így el lehetne mondani. Itt ebben igenis van politikai kaf, tehát az, amiről a Bálint beszélt, hogy milyen hibák történtek a kormány oldalról az elmúlt 9-10 hónapban, ez éppenséggel lecsapódhatna még ebben a nagyon korlátozott hazai politikai térben is, és ugye ezért van az, és ezen szoktak megsértődni ellenzéki politikusok, amikor az elemzők elkezdik azt pedzegetni, hogy most ilyenkor a szándék hiányzik, vagy a képesség hiányzik, arról van szó, hogy mindenki belegyógyult a rendszerbe, vagy arról van szó, hogy nem elég tehetséges, hogy ezeket az ügyeket meglássa, és hogyha mondjuk egyik vagy másik fönnáll, akkor tényleg fölvetődik az a kérdés, amit én igyekeztem megfogalmazni, hogy miért van mindig mindenki fönt a pályán, és persze hát ehhez az is szükséges lenne, hogy mondjuk ne egy olyan közéleti közegben éljünk, ahol tényleg nagyon sokan elhiszik azt, hogy a politizálás az valami rossz dolog, hogy vannak mozgalmak, amelyek igyekeznek, amelyek nagyon-nagyon fontos ügyeket képviselnek, és ők valahogy azt érzik, hogy ők bele vannak kényszerítve egy olyan helyzetbe, hogy mindig el kell mondaniuk, hogy jaj, ők nem politizálnak, ők csak béremelést akarnak, miközben hát éppen ők képviselnek olyan ügyeket, amelyek alkalmasak lennének arra, hogy a legszélesebb kör felé kinyissák a közéletben való részvételnek a lehetőséget. Én nem azt mondom, hogy a tanítanék mozgalom alakuljon párt, szóval nem ilyeneket mondok, hanem azt, hogy hát az első lépés mégiscsak az, hogy valahogy a közéletben való részvétel kedvét visszanyerje a kormánykritikus közvéleménynek egy sokkal szélesebb része, és akkor abból lehet építkezni, lehet tovább menni, és lehet, hogy csak a harmadik lépés abból a választások megnyerése, de ez a szétválunk, összejövünk, és akkor 8-an átültek, ezt kipróbáltuk egy párszor, és ebből egyelőre csak 2/3 lett. Egy picit erre rácsatlakozva még, hogy két téma is van szerintem, amiről érdemes beszélnünk. Egyrészt ez a civilek politika viszonyrendszere, vagy civilek és ellenzéki politika viszonyrendszere. A másik meg, hogy a pártok közötti konfliktusoknak a tétjei, hogy nekem van egy olyan meggyőződésem, amit az ellenzéki politika az elmúlt 12 évben nagyon nem támasztott alá empirikusan, de hogy a politikai konfliktus az képes generálni, nem tudom, támogatókat, képes identitást adni egy pártnak, képes, nem tudom, növekedést adni, tehát hogy szerintem a Fidesz ennek egy jó alátámasztója, hogy ilyenek. Konfliktusokat generál, és általa növekszik. Ez így van. És hogy ti mit gondoltok, hogy azok a konfliktusok, amiket az ellenzéki pártok egymással szemben felvállaltak az elmúlt egy évben, nem tudom, most a legfrissebb talán ez a Rácné Földi Judit kapcsán kialakult konfliktus a DK meg a Momentum között, hogy ezek alkalmasak egy ilyen növekedési dologra, vagy hogy mi hiányzik itt egy ilyen konfliktus? Jó. Egyrészt ugye, amit mondtál, az teljesen igaz, tehát, hogy de a Fidesz nem most kezdte ezt, hanem kb. 93-4-ben, amikor lehettek arra, hogy ezt polarizálni kell, és a törések azok a növekedésnek, ahogy töröd a társadalmat, úgy növekszel, és először így foglalták el ugye a jobb oldalt, aztán az egész országot. De visszatérve a kérdésedre, teszem. Ugye van ez a keringő, amiről beszéltem, ez a része, de hogy ezek sincsenek, szóval hogyha az a fő kérdés, nekem ez a fő kérdésem, hogyan lesz egyszer 50% plusz egy szavazatod? Engem ez érdekel, bocsánat, ez a szakmám. Minden más az, hogy akkor kinek lesz több külső bizottsági helye a nem tudom, Józsefvárosban, vagy a Terézvárosban, vagy itt, ezek lényegtelen dolgok. Szerintem, bocsánat, zárójelet nyitok, sajnos a 19-es győzelem ebből a szempontból, vagy nem vereség, az ebből a szempontból olyan szempontból rossz volt kicsit, hogy nagyon sok embernek lett tényleg újra egzisztenciális kérdés a politika, saját maga egzisztenciája, és annak a státuszkónak a megőrzése sok mindenre képes. És ezt akarom mondani, hogy ezek a viták, vagy ezek az egymással való konfliktusok ugye nem érdemi kérdésekről szólnak. Tehát nem, hogy visszatérve a domináns párt kérdéséhez, hogyha azt gondolja magáról mondjuk egy erő, hogy ő szeretne a domináns párt lenni, ugye eddig mindegyik kétharmadban azért az a domináns, vagy ez akkor nem domináns párt részt vett valamilyen formában, most akkor ők előre mennek, és abból a tortából, amit szerintem egy
tikatnyit se nőtt, abból elkezdett, abból ő hozzájuk menni, de hogy vajon ez meddig tart? Hogyan lesz ebből 50% plusz egy? Vajon abban, hogy az árnyék kormánynak van egy ilyen, legalább ők csinálnak valamit című mondása, ez tény. Legalább valamit csinálnak. Úgy néztek ki, mint egy politikai párt. Vannak közleményeik, van arcaik, nincsen olyan konfliktusuk, nem mennek ki dolgok. Na és akkor mi van? Mert ez el tud menni odáig, hogy legyen 50% plusz egy? És nem az van, már bocsánat, és nem akarom itt hozni újra a szokásos kérdéseket, de azért nézzünk szembe. Tehát annak a, ugye az egész kísérlet úgy nézett ki, hogy ne Gyurcsány Ferenc legyen az arca a demokratikus koalíciónak, hanem az ő feleségének, aki egy sikeres ember, nem azért, mert a felesége, nem azért, mert ma saját jogon egy sikeres ember, és ő majd akkor egy hozza azt a fajta deficitet, hogy nincsen kormányzó képessége az ellenzékben, majd ő megmutatja. De bármikor, amikor meg akarnám mutatni, másnap reggel ír egy beesett Gyurcsány Ferenc, vagy ír egy szonettet, vagy nem tudom, miket csinál. És ugye egy dolgot tudunk, és hiába mondják rám akkor, hogy ez már régen nincsen, a nagy tészkes fenét nincsen. A másik oldalnak, hogyha őt ugye onnan szeretnénk azért valamit leszedni, ugye, hogy ne egy monolitként, 3 millió emberként közlekedjen, ugye, mert akkor kicsit nehezebb lesz őket megverni. A másik oldalnak alapélménye a Gyurcsánnyal szembeni meghatározottsága. Tehát amikor bármikor valaki a másik oldalon azt gondolja, hogy most már ez már nem jól megy, nem akarok, nem tudom, Putyinnak lenni a utolsó csatósa, és meglátja a Gyurcsány Ferencet, hogy akkor ő lesz a következő lehetőség, akkor megy vissza ebbe az akolba. És hogyha meg rámegyünk az ellenzéki, amit kérdeztél, ellenzéki versengésre, az egy versengés lehetne, hogy valaki szeretne-e a Gyurcsányi utat járni, vagy nem szeretné-e a Gyurcsányi utat járni, csak hogy. Ehhez két dolog kell. Kell bátorság, ehhez mindenki oldalról ezt megvívják ezt a csatát, úgy közben, hogy Gyurcsány Ferenc a legügyesebb, okosabb, felkészültebb ellenzéki vezető ebben az országban, hiszen már 30 éve ő is, mint Orbán Viktor van velünk jelen, mindenkit látott már mindenféle helyzetben ellenségként tárgyaló szövetségesként, egy egységes pártra, akik teljesen hisznek benne, a másik oldalon pedig ugye hát akik éppen tanulják éppen a politikát. Na de akkor hogyan van, hogy miközben egymással veszekszünk, hogy nem tudom, nem vagy jó Ferenc, miközben együtt kormányzom 25 helyen veled. Akkor hogyan tudok valakivel úgy harcolni, hogy közben ugye csomó helyen együttműködés vagyok kényszerítve. Mert hogy az egyéni egzisztencián pedig erre van. Tehát ezek így nem fog ez működni. És ilyenkor, ha meg nem egy valódi harc, hanem csak egy ilyen álharc, vagy ilyen keringő, akkor mit lát ebből a választó? Ezek megint valami hülyeségen vitatkoznak egymással, hogy éppen a Rácné Juditnak akkor megszavazzák-e, vagy nem szavazzák meg a mandátumot, vagy nem. Ez a nagy egész szempontjából, az én életem szempontjából, a vajárás szempontjából, a gyerekem egészségében, kit érdekel? És ezek így nem mennek sehova, és ezekből, ugye bocsánat, ez az intézményesült ellenzéknek, ez a 6-3-2, nem tudom hány pártja, ahogy éppen nézzük őket, nem tudom, metafizikai értelemben, de általában igazából csak 2, ezek egymással el vannak, és ebből a hiányból, vagy a hiány azért van, nőnek majd ki a többiek, akik már azt mondják, hogy figyeltek ide, nekik ez nem, tehát ez nekik ez nem kell, amit ti itt adtok. Mert ugye a társadalomban azért nem az van, hogy a Fidesznek többsége van, a szavazónál választás, akkor igen. De most mi a helyzet? Nincsen alternatíva, amivel lehetne ellentöbbséget képezni. Visszadobnám neked ezt a civilest is, de persze reagálj a Bálintra is, hogyha van, amit még kiegészítenéd, vagy vitatkoznál veled, de hogy ezt a civilest még visszadobnám hozzád, hogy ez is egy ilyen régóta tartó mantra, hogy hát a civileknek meg az ellenzéki politikának össze kéne valamilyen, vagy együtt kéne működnie valamilyen módon. Most a februári évértékelő beszédében Gyurcsány Ferenc is erről beszélt, hogy ez a pártellenes antipolitikai attitűd nem fenntartható, és hogy a civileknek is valamilyen módon a DK-t meg kéne találniuk otthonukként. A napokban a Donát Anna is rakott ki egy Facebook posztot, hogy megalapított valami egyesületet, aminek az a célja, hogy akik adott esetben nem szeretnének pártagok lenni, de valamilyen módon politikai tevékenységet folytatnának, akkor közelebb kerüljenek a Momentumhoz. Ezek szerinted kilépnek a megszokott ilyen civil, nem tudom, outreach, nem tudok erre jó magyar szót mondani, ez a kinyúlás a civilek felé a pártok részéről? Szerintem két elméleti lehetőség van, vagy az történik, hogy beválik valakinek a fölébenövési kísérlete,
vagy az van, hogy jön a csősz és kizavar mindenkit az erdőből. A harmadik lehetőség, hogy egyik sem következik be, és akkor kísérlet nélkül fogunk még üldögélni tovább ebben a rendszerben. Én ugye Bálint is mondta, hogy a DK legalább az árnyékkormányt csinálja. Én ezt el tudom fogadni egy olyan kísérletként, hogy ugye, szóval oda mennék vissza, az ellenzék legnagyobb bajama szerintem az, hogy nem nagyon kíváncsiak rá. Tehát nincs relevanciája, de ez tart egy ideje, nincs relevanciája annak, amit mond. Mondjuk az árnyékkormány az egy kísérlet arra, hogy például kormány képesség szintjén előáll-e valami hitelesnek tekinthető alternatíva, jelzem, ez lemérhető lesz jövő tavasszal, tehát ennek a határideje az tulajdonképpen belátható. Most akkor az ilyen eredményből mi következik, vagy az olyan eredményből mi következik, ez egy másik kérdés. Én csak azt tudom mondani, hogy olyan nagyon más kísérletet mondjuk, én nekem szimpatikus, hogy a Párbeszéd azt mondja, hogy mi akkor zöldek vagyunk, és csináljuk a zöld politikát. Oké, nézzék meg, ezt mérjék meg, de tényleg az a helyzet, hogy vagy valakinek sikerül egy ilyen kísérlet, jelzem, ugye nem beszéltünk a kutyapártról, vagy nem beszéltünk a Mi Hazánkról, ugye a szavazók észlelik azért, hogy itt másfajta politikai erők is vannak, nem csak a, vagy hát politikai szervezetek, mondjuk erőnek, nem nevezném azért azt, ami az ellenzéki oldalon zajlik, vannak másfajta politikai, vannak más politikai szervezetek, nem csak az egykori közös listás pártok. Tehát az is egy kérdés, hogy ők felnövekednek-e, de mondom, alapvetően az a helyzet, hogy hát vagy az történik, hogy egy újabb nekifutásból valaki jobban jön ki, mint az eddigiekből, vagy az, hogy hát be kell lépni a politikai térbe új szereplőknek. Én igazán nem vagyok egy pártellenes, és az elején is azt mondtam, én szerintem tökre benne van egy politikai pályafutásban, egy párt politikai pályafutásában is, hogy irányt vált, hogy megváltozik, hogy szintet lép, vagy szintet süllyed, de hát nagyjából egészében az utolsó dobásra van még lehetőség 2024 tavaszán, azzal a megkötéssel és azzal a kiegészítéssel, hogy persze, sokszor gondoltuk, hogy az utolsó dobásnál tartanak, és hogy részben az egésznek a baja, amit mondtam, tehát hogy továbbra is mindenki a pályán van, és ilyen értelemben ezt a választóknak kell egy ponton szerintem eldönteniük, hogy mennek ezzel tovább, tudnak-e, látnak-e benne fantáziát, vagy nem látnak, és akkor elkezdenek kísérletezni más szereplőkkel, amihez persze kellenek olyan más szereplők, akik nem persze vállalják azt a kockázatot, amit politizálásnak hívnak a mai Magyarországon, de nem is ijednek meg attól, hogy úristen, valaki ránk süti, hogy politizálunk. Tök klassz lenne, hogyha minél többen politizálnának, szerintem inkább ez az, ami hiányzik. Elszaladt az időnk, de még két témáról mindenképp érdemes beszélni, és az egyik az pont ez a kutyapárt, meg a Mi Hazánk kérdése, hogyha tehát ahogy most leírtátok a helyzetet, van egy domináns kormányoldal, van egy hát valójában csökkenőben lévő mainstream ellenzék, és akkor ehhez képest van a Mi Hazánk és a Kutyapárt, amit így egy kalap alatt szoktak emlegetni, pedig kérdés, ez is egy kérdés, hogy mi a hasonlóság, mi a különbözőség bennük, és hogy ennek a hatalmas, nem tudom, NER térnek az árnyékában ugyanazokat a köröket tudják csak lefutni, amit az ellenzéki párt, vagy látjátok jeleit annak, hogy másfajta utak is vannak a számukra, pont azért, mert talán kívülről jönnek. Amit kérdeztem, és csak pillanatra visszautalva, hogy mit gondolnak erről a választók? Én azt gondolom, hogy 14. évben lassan lefele közelítve azt nem érzik, szerintem, és amit Zoli is mondott, hogy az a fajta felelősség megvan-e a politikai elitünkbe, nem a Fideszbe, vagy az ellenzékbe, hogy mit kéne, hogy mekkora felelősség van egyébként a kezébe arra, hogy nem tudom hány millió embert kéne képviselni, hogy hány millió ember bennük keresi, vagy bennük kutatja a megoldást a saját bajaikra. Én úgy érzem, hogy tisztelt a kivételnek, mert van azért, de a nagy része ezek az embereknek még a kérdése teszi fel magának, hogy vajon aznak a felelősséget, amit kaptak, most legyen ez egyéni választói körzetben, vagy akár listásként, vagy akár bármifajta feltalmazással, megfelelnek-e ennek az egyébként beléjük fejtetett bizalomnak. Zárvél bezárva. De hogy amit a másik kettőről mondta, szerintem nagyon más a Kutyapárt, és nagyon más a Mi Hazánk. A Mi Hazánk ugye a Jobbikból azért erőteljes Fidesz segítséggel kinőtt szervezet, aminek a vezetői egyébként hát
régóta vannak a magyar politikai életben, és hát tudják, hogy hogyan kell egyébként nulláról építeni szervezetet, valóban egy országos lefedettséggel rendelkező párt ők saját témákkal, azért, hogyha hiába nem beszél róla nagyon sokat mondjuk a mainstream média, egyébként megtalálják a maguk helyét a YouTube-on, a Facebookon, a csoportokban, stb. Nem feltétlenül csak szélső jobboldali témákkal operálnak, ugye ez is a egyik, hogy mondjam, milyen modernitásuk, hogy a, egyébként valóban szélső jobboldali alaphoz találnak mindenféle más dolgokat, a Covid-dal kapcsolatban, a kisvállalkozók kapcsolatban, összeesküvés elméleteket, szóval nagy lefedéssel mennek. Szerintem az ő növekedésük azért is ijesztő lehet, azért is lehet egyébként egy komoly jelzés, hogy a fiataloknál növekszenek, nem feltétlenül a budapesti vagy megyei fiataloknál, hanem azoknál, akik keresnek valamit. Ugye ezt beszéltük ugye évvel ezelőtt is, hogy ugye azért hiába kapott a hat ellenzéki párt valamit, ők is kaptak, és azok az emberek nem fideszesek, hanem ellenzékiek, csak nem találták meg benne a lehetőséget. Én szerintem ők egy növekedésben vannak, az ő elnökük ugye elég régóta ismeri a magyar politikát, látta, hogy például mi volt mondjuk a Jobbiknak a hibái, szemükből tanultak, Novák Előd, hogy ott volt már nem tudom hány éve ott motorozik különböző sisakokban a szélső jobboldali dologban. Tehát ők mennek ilyen szempontból, építkeznek fölfele, nem lehet, csinálják a dolgokat a saját szempontjukból. Egyébként idő után ez a Fidesz-e is majd, egy idő után majd akár még veszélyes is lehet, de akkor már ezt majd meg fogják oldani majd szerintem ezt a problémát. A Kutyapárt egy másik kérdéskör, szerintem ők egy olyan, mint ez egy ilyen Torricelli cső, hogy amikor az ellenzék rosszul muzsikál, establishment ellenzék, akkor ők mennek felfele, mert az emberek egyszerűen keresik azt, amit mondtam, keresik, hogy hova mehetnek, kibe lehetne bízni. Most ő bennük nem úgy bíznak, hogy hát igen, milyen jó, nem tudom, melyik, van nekik egyébként sok programjuk, de nem ezt látják a választó bennük, hanem az, hogy valami, ami még nem volt, valakik, akik kicsit így jó érzéssel, azt mondom, hogy na jó, akkor legyetek inkább titivel, nem voltatok, ennek próbálnak megfelelni, szerintem a felelősségük egyébként ilyen szempontból nekik is óriási. És hogy az ellenzéknek, érdekes dolog ez, amikor, csak egy másodpercig, hogy amikor a 90-es években a szocialista párt nagy monolit párt volt, akkor amikor nézték, akkor hogyan vannak az ő szavazóik, akkor egy öregedésbe kezdtek bele, és látszott az, hogy jön a Fidesz generáció, akik az idő nekik dolgozik, és amikor 98-ban nyert, de 92-ben nem, akkor lehetett tudni, hogy azért az a generáció majd megy velük, azok az velük vannak, és majd szépen csöndben kinyomja majd a kihaló MSZP szavazókat. Valami hasonló kezdődött el, hogy van a 40 év fölötti Magyarország, amiben a politikai pártok egymással beesengenek, csinálják a maguk keringőjét az ellenzéki oldalon, a Fidesz, mint domináns párt, egyre idősödőbb, ugye hát nézzük meg most már a 35 éves a Fidesz, hát már ezek idősödő kövér, és nem csak névben, hanem valójában is politikusok, és az alatta lévő generáció pedig van egy teljesen másfajta lévő verseny, amiben a Mi Hazánk, a Momentum valamennyire, és a Kutyapárt verseny, ez a szavazókért. A másik kettő, a Gyurcsány, Orbán éra, a nyoma nincsen benne. Az, csak aki süket nem hallja, hogy ők üvöltenek azért, hogy valami más legyen, mint amiben a szüleik, vagy a bátyai generációja él. És most ugye ez az LP választás, ennek lehet a tökéletes hát ilyen szempontból kísérleti terepe, hogy ez a dű, amivel az emberekben van 40 év alatt üvöltve, 40 év fölött, hogy mondjam, szomorkodva, az hogyan tud majd valami fajta változásba, vagy valami választásba belemenni. És én nem vagyok olyan, hogy mondjam, tehát hogy én azt gondolom, az utolsó gondolat, hogy ami nem az, hogy az ellenzék összeadva győz, ami nem lesz ilyen, 2024-ben, az a győzelem, nem az a győzelem, hogy akkor egy vagy kettő mandátumot meg tudom előzni a nem tudom kollégám pártban, és akkor be tudok menni majd másnap az ATV stúdiójába, és mondani, hogy én vagyok a domináns párt. Mert ebben az országban, amióta van európai parlamenti választás, mindig a Fidesz győzött. Még akkor is, amikor a MSZP, SZDSZ volt hatalmon. A Kutyapárthoz csak annyit egyébként, hogy ugye, ha hívjuk így hagyományos ellenzék, nem tudja azt mondani a választóinak, hogy azért kell rám szavaznod, mert ezen múlik a győzelem, vagy ezen múlik a kormányváltás lehetősége, akkor bizonyos értelemben felszabadultabban választhatják
a csalódott, az ellenzékben csalódott és a kormánypártra szavazni egyáltalán nem akaró szavazók a kutyapártot, mert úgy lehetnek vele, hogy most már nem ezzel múlva. 2022 egy másfajta kényszer volt, ott, akiben volt reménykedés, az reménykedett, és ilyen értelemben kinyílhat egy politikai tér. Persze hozzáteszem még egyszer, hogy ugye ebből nem következik automatikusan, hogy akkor 2026-ra a kétfarkú kutyapárt az 40%-on lesz. Egyelőre maximum arról beszélünk, hogy ezek a politikai erők, amilyen a kutyapárt, beteszik a lábukat az ajtórésbe, és meghatározó szereplőké válhatnak, és ugye ilyet láttunk már korábban, hogy egy szereplő betette a lábát az ajtórésbe, és hetedik párt akart lenni a nagy hatos keringőben, tehát például az is egy kérdés, hogyha ez egyáltalán bekövetkezik, akkor mondjuk egy ilyen új politikai, vagy ebben a körben új politikai szereplő mihez tud kezdeni ezzel a szituációval, hogy beledarálódik-e ebbe a mostani felállásba, vagy pedig tényleg politikai innovációt tud hozni, azon kívül, hogy a protestszavazatát be tudja gyűjteni. Jó, és akkor zára kérdésként, ti mire számítotok, mert hogy ugye azt mondod, hogy ez lesz, tehát hogy felszabadulnak, hogy szabadabbak lesznek az emberek, mert nem lesz az a kényszer, hogy ez a győzelem, nem tudom. Ez egy szomorú szabadság, mert azért a jobb érzés nyilván úgy szavazni, hogy van tétje az ország sorsában. Igen, de hogy szóval, hogy azért itt is lesznek kényszerek, mert ugye egyszerre van az önkormányzati, meg az európai parlamenti választás, nem véletlenül. Szóval, hogy ti mire számítotok egyébként, látjátok már, hogy milyen stratégiával futnak esetleg neki ezt a kettősséget, hogyan vágják át az ellenzéki pártok, illetve hogy a Fidesznél látszik-e már az, hogy mi lesz az üzenet, amivel adott esetben az LP kampányt? Hát a Fidesznél az lesz az üzenet, hogy más a hibás. Mindenért, ami történik. Én sokat gondolkoztam ezen az egy napon tartott önkormányzati meg európai parlamenti választáson. Persze ez ugye itt van egy eltérő választási rendszerek logikai összeütközése, de egyébként, hogyha tehát vannak, hogy mondjam, kiforrott identitással rendelkező és saját stratégiával bíró pártok, én nem látom képtelenségnek, hogy elmagyarázzák, hogy miért indulnak mondjuk külön listán, vagy miért indulnak kette-hárman közös listán, most ezzel sok baj van persze a választási bejutási küszöb miatt, és miért támogatnak, nem tudom én, Tatabányán közös polgármester jelöltet. Szóval én ezt nem látom egyáltalán megugorhatatlannak. Itt az a kérdés, hogy ebből a kavalkádból ez a kihez ül át, tehát ezen túlmenően valami más üzenettel meg lehet-e fogni a választókat, miközben tényleg az utcán hever a téma, a szó szerint, vagy a boltok polcain, vagy hogy is fogalmazzam, tehát hogy van játéktér, és ezeket a technikalitásokat meg szerintem el lehet mondani egy kampányban, tehát azt el lehetett magyarázni a tavalyi kampányban, hogy menj el voksolni, szavazz le a pártlistára, és egyébként a népszavazáson pedig szavaz érvénytelenül. Ez egy elég bonyolult üzenet, ami civil szervezeteknek kellett elmagyarázniuk a választópolgároknak, és 1.700.000 választópolgárnak sikerült elmondani. Hát akkor igazán el lehet szerintem azt is mondani, hogy professzionális politikusokról beszélünk, hogy szavazz a listámra, de támogasd a közös jelöltet. Szóval szerintem ez, ha amúgy van politizálás és van tartalma, akkor ezt pont el lehet mondani. Hozzád is ugye ez a kérdés, csak arra szeretnék kérni, hogy egy picit esetleg még, hogyha a budapesti dolgokra is utalnál, mert hogy az végül is az 2019-nek az ilyen egyértelműnek mondható ellenzéki győzelme volt. Szóval ugye azért jó ez, nem jó, hát azért egy csapda összetolni a két választást, mert hogy ugye teljesen más az üzenete a kettőnek. Hogyha abban gondolkodnának a pártok, amiben szerintem nem gondolkodnak, de tegyük fel, hogy igen, hogy akkor hogyan lesz 50%+1%-unk, hogy valamikor, hogy legyőzze a Fideszt valamilyen tömb, akkor sokkal fontosabb a helyhatósági választás, mint az európai parlamenti választás, hiszen ugye a politikának a színterének ott kéne lenni valahogy az emberek körül, ebben a piramis, ami most már régen nem piramis sajnos, de hogy egy piramisként képzeljük el az országot, akkor ott van az a lenti rész, ahol az emberekkel tudsz minden nap beszélni a helyi ügyeikről, és meg tudom mondani, hogy azért vagyok én más politikus, mert a helyi ügyeimet, amik mind politikai ügyek, tudom vagy másképp intézni, mint a Fidesz. Ő mond valamit, én mondok, ha lehet valami más, és én meg működök. Na most nem ez lesz, hanem az lesz, hogy akkor mindenki azt fogja majd figyelni, hogy akkor az a kis potméter hogyan fog, kinél fog megállni, hogy ki lesz a legerősebb ellenzéki párt. És hogyha most avval fogjuk tölteni a következő egy évet, hogy egyébként szerintem a külpolitikai helyzet nem lesz jobb, tehát Orbán nem lesz egyszerűbb helyzete, én nem vagyok
külpolitikus terhel. Inkább rosszabb lesz talán, úgy látom, ebben az egész háborús kérdésben. És abban fogjuk eltűnteni az időt, hogy akkor most akkor nem előválasztás lesz, hanem tárgyalásos, kiszorításos, zsarolásos valami a keringőben, nem tudom, ez a játék. Azt tudni biztos, hogy erre az ellenzéki szavazó, még az 1.800.000 és már a minden hószipője tele van vele, és egyáltalán nem érdekli őket. Erre jön persze, mondasz, hogy tehát valahogy meg kell oldani, hát oldjátok meg. Engem az például egyáltalán nem érdekli, hogy hogyan oldjátok meg, vagy hogy mondjam, ez nem ennyire érdekes. És ugye az a szomorú, hogyha rávetíted a 22-es választásnak az eredményét az országra, akkor lényegében az ellenzék beszorul Budapestre, főleg fura módon a budai környékre, meg egy-két megyejogú városra, mert az eredmény alapján, az akkori eredmény alapján lényegében Pécset és Szegeden és Budapesten lett ellenzéki többség. Például, bocsánat, elég fontos lenne mondjuk a panel lakótelepeket visszaszerezni Budapesten, amelyek hát, 2022-ben elúsztak, vagy majdnem teljesen elúsztak. Hát igen, meg ugye jó lenne esetleg megvédeni azt a 10-et, vagy ami most már nem teljesen mindig ellenzéki, de az a 10 megyejogú város, ahol lett győzelem, és akár, és most meg egy őrületes dolgot, esetleg lejjebb is menni, hiszen a választás, ugye itt láttuk is, és hiába várjuk, hogy majd az inga majd vissza leng, ugye egyedül az inga nincsen fent a falon, vagy a plafonon, hogy ezért ott kell helyben újra megjelenni. És a választás azokban a körzetekben múlik, ahol nem megyejogú városok vannak a középpontban, hanem nagy települések, ahol kéne győzni. Erre semmifajta szépen. És utolsó gondolat ebben, a legdühítőbb az egy évvel ezelőtti beszélgetésünkhöz, hogy amikor itt ültünk, és hogy próbáltunk gondolkodni arról, hogy mit kéne csinálni, hát iszonyú egyszerű volt. És nem az, hogy lemenni vidékre, mert ez persze könnyű itt mondani Budapestről, nem. Hanem azt kijelölni, azt a 35-40 közvetet, ami fontos. És nem fél évvel a választás előtt oda menni, hanem a választás után egy nappal. És oda koncentrálni mindent. Most ehelyett, és amit mondtál, avval szórakozunk, hogy megint, csak hogy megnézel egy hétnek a termését, hogy ki a legnépszerűbb ellenzéki politikus, meg ki hány százalékkal vezet, erre mennek az erőforrásai a pártoknak ebben a játékban, ami tényleg önmagot érdekli, senki más nem. És ahelyett, hogy ezeken a közveteken oda mennének, embereket, tehát építkeznének nulláról, ugye, mert ugye nullán van, hiszen mindenhol ugye egy hatalmas, egy kétharmadot kaptak, ehelyett megint kezdődik a szokásos játék, hogy akkor ki hogyan tudja másikat spinelni, megvezetni, elárulni, hátba szúrni, és aztán pedig meglátjuk azt, hogy akkor hogyan nem fog győzni az ellenzék 2024-ben, hanem én sokkal inkább, és nem akarok ilyen jóslatokat mondani, de ennyiben mondok, nehogy aztán az legyen, ami volt 2009-ben, amikor ugye, amikor egyébként a centrális erőtér létrejött, hogy volt egy hatalmas nagy Fidesz győzelem, mellette ugye meglepetésként a Jobbik bejött, mint jobboldali, vagy szélsőjobboldali, akkor még szélsőjobboldali párt, mellette az akkori kormánypárt lényegében megszűnt, és talán az MDF jutott be, mint másik ilyen erő, aki ezt berakta a lábát. Na, aztán ugyanez legyen, hogy csak egy-két nevet cserélve, hogy utána újra létrejöjjön a centrális erőtér, csak a Jobbik helyett hívjuk Mi Hazánknak, az MSZP helyett meg DK-nak, és a MDF helyett pedig, nem tudom, Kutyapártnak. Köszi szépen, hogy eljöttetek, és hogy elmondtátok ezt nekünk. Bálint az előbb arról beszélt, hogy a nemzetközi helyzet az nem lesz kedvező Orbán Viktor számára. Erről fogunk a második blokkban beszélgetni. Előtte azonban nézzünk meg egy bejátszót arról, hogy mik is voltak a legfontosabb ilyen európai politikai és gazdaságpolitikai konfliktusok az elmúlt egy évben Magyarországon. Egészen biztosan hallották, látták a hírekben, hogy az Európai Bizottság elkészítette a 10. szankciós javaslatát. Ezzel ismét bebizonyosodott, hogy Brüsszelből semmifajta segítséget nem kapunk az inflációval szembeni küzdelmünk sikeréhez. Magyarország is megszavazta az újabb uniós szankciókat Oroszország ellen. Szijjártó Péter külügyminiszter szerint hazánk ismét engedményeket kapott az újabb büntető intézkedések alól. Ez már nem az uniós források megszerzéséért folytatott tárgyalások, hanem a felhasználásáért folytatott tárgyalások. Ez egy minőségi különbség. Lehet, hogy több kormányzati sajtóterméket fogyasztok, mint miniszter úr, de én azért ezt a típusú differenciáltságot nem véltem felfedezni a kormányzati akvizíciójában. Miért járnak jól az adófizetők ezzel az akvizícióval?
Azért, amit elmondtam, ugyanerre a kérdésre válaszol, hogy mi nekünk, amikor a stratégiai célkitűzéseket 7x10-ben meghatároztuk és közkincsé is tettük, nem állami, hanem magyar tulajdonról volt szó. Ez lehet állami, meg magán is. Hát először még ugye egy külön állami szolgáltató felépítésével próbálkoztam. Igen, ami nem sikerült. Nem szeretnék akkumulátorgyárat, kérem! Értsék meg, én nem szeretnék akkumulátorgyárat! Még egyszer, jó, ha jó, új, modern technológiát hoz be, hogyha innovációt hoz be, ha menedzsmentet hoz be, ha nyit új piacot, na de, ha ezt nem teszi, akkor ez csapdaként működik. Sértődötte a jegybankkal. Frusztrálte. Összeveszett a miniszterelnökkel. Nem. Isten őriz. Elvi ellentét van a kormány és a jegybank között. Nagyon messze vannak az álláspontok arról, hogy milyen béke lehetne elfogadható az egyik vagy a másik fél számára. Nem vagyunk naivak, ezt mi is látjuk. Hát ezért kell tárgyalni. Most az volna a fontos, hogy tűzszünet legyen. Tehát a magyar pozíciónak a lényege egy minél hamarabb elérendő tűzszünet. És akkor vissza is tértünk, itt van velem Magyari Péter, a 444 újságírója, és Kernes Zsolt, a 24.hu újságírója. Alig telt el néhány nap a parlamenti választások után, és az Európai Bizottság be is jelentette, hogy elindítja a jogállamisági eljárást Magyarország ellen. Ez az eljárás azóta is tart, kb. 2600 milliárd forintnyi támogatás az, ami valójában még limbóban van, és emellett ugye a helyreállítási alap lehívása kapcsán is vannak problémák. Úgyhogy első körben szerintem nagyon nem lehet tisztán látni, hogy mi is történik. A kormány egyrészt azt kommunikálja mindig, valamilyen sikert kommunikál, elértek valamit, épp megállapodtak valamiről. Ezzel szemben ugye az Európai Bizottság az mondjuk így a magyar nézők számára nem feltétlenül transzparensen kommunikál, vagy nem könnyen érthető. Ti hogy látjátok egyébként azt, hogy mi is gyakorlatilag fordulópontot jelentett ez az egész eljárás megindítása, vagy ugyanazt látjuk, amit az elmúlt 12 évben máskor is, tehát hogy igazából van egy ilyen szkanderezés a két fél között, de hogy érdemi minőségi változás nem történt. Péter? Abszolút minőségi változás, ez egy teljesen új fejezete, mondjuk egy nagyon régóta tartó szappanoperának, és hát legalább akkora fordulat, mint amikor mondjuk egy főszereplő meghal egy nagyon hosszú sorozatban. Ugyanis itt nem csak arról van szó, hogy elindították ezt az eljárást, hanem hogy ilyen eljárást még soha egyetlen ország ellen sem indítottak, és magát az eljárást is tulajdonképpen a magyar és a lengyel kormány ellen találták ki, a lengyel ellen nem használják, és ez az első olyan eljárás rend az EU történetében, amikor gyakorlatilag politikai okokból, vagyis itt a jogállamiság rombolása, a demokrácia gyengítése az ok, pénzbüntetés lehet kivetni egy tagállamra. És azért is számít ez egy teljesen új helyzetnek, mert tavaly decemberben az Európai Tanácsban, ahol végül is döntöttek ennek a büntetésnek az élesítéséről, ott a tagállamok arra szavaztak, hogy megbüntessék a magyar kormányt. Ez nem volt jellemző, nem volt szokásos, és még tavaly szeptember sem, és még tavaly szeptemberben sem volt várható fordulat. Egyrészt ebben teljesen egyetértek, tehát én is azt gondolom, hogy teljesen más típusú dolgokat látunk most, mint korábban. Szerintem van emellett még egy kifejezetten fontos rész, ami megmutatja, hogy mennyire megváltozott a helyzet a korábbiakhoz képest. Volt kb. 10 éve az Orbán kormánnyal ez az állandó pessimizmus, ami inkább az Európai Bizottságnak szólt, hogy mennek ezek a viták, de úgyse történik semmi. És bizonyos szempontból az Európai Bizottságnak megvoltak a jogi eszközei arra, hogy Magyarországot számon kérje, vagy bizonyos típusú változásokat erőszakoljon ki. Ezek az eszközök nem mindig voltak tökéletesek, és ebből a szempontból a célnak sokkal jobban megfelel ez a frissen létrejött eszköz, a jogállami vagy kondicionitási mechanizmus, de ezek mögül, a korábban létező eszközök mögül is hiányzott egy politikai akarat arra, hogy itt most tényleg változást akarnak elérni. És szerintem azt a politikai akaratot, ami látványosan megváltozott, az talán nem is a jogállami mechanizmus, bár ugye Péter mondta azt, hogy szavaztak a tanácsban erről a tagállamok, az nagyon fontos, de szerintem ezt a politikai akaratot tökéletesen megmutatja az is, hogy nem csak a helyreállítási alap, nem csak a kondicionitási alap által befagyasztott pénzek állnak,
hanem van egy horizontális feljogosító feltételek nevű kitétel a 7 éves költségvetésben, és azért a kohéziós forrásoknak a túlnyomó többsége, 98%-a azt hiszem szintén jelenleg befagyasztás alatt van. Ez a befagyasztás alatt arra hivatkoznak, hogy a magyar bírói szervek és a jogrend az nem úgy működik, ahogy kellene, tehát az igazságügyi reformot várják el ezért cserébe ők is, de szerintem egy ilyen nem a miniszterelnökök és elnökök, tehát nem kormányfői felhatalmazással meghozott döntés, mint a kohéziós alapoknak a befagyasztása vagy szüneteltetése, hanem a bizottság vezetés által meghozott politikai döntés, az azt mutatja, hogy a bizottságnak erősebb most az akarata arra, hogy Magyarországtól valamilyen változást várjon el, vagy próbáljon kierőszakolni, mint korábban. És ez a politikai akarat, ez szerintetek amúgy hol születik meg? Tehát, hogy bizottsági szinten történik, vagy inkább a tanács, tehát a tagállamok szintjén? Tehát, hogy, mert ugye, ha azt nézzük, az Európai Bizottság jelenlegi elnöke is, végül is Orbán Viktornak is köszönheti valamilyen módon, hogy a pozíciójába került, és hogy Budapesten lehetett egy ilyen számítás, hogy nem tudom, Manfred Weberhez, vagy Franz Timmermanshoz képest mondjuk, nem tudom, Ursula von der Leyen egy ilyen magyarokkal, vagy a budapesti kormányzattal szimpatikusabb álláspontot képviselt. Tehát ezt így hogy látjátok, hogy hol születik meg ez a változás? Én szerintem ezt nem lehet egyértelműen egy emberre mutatni, és azt mondani, hogy ezt ő csinálja, sőt azt is gondolom egyébként, hogy amit a bevezetőben mondtál, hogy ez a választások másnapján jelentették be, az szerintem egy politikai jó indulat volt messze menően a von der Leyen bizottságtól, és részben nyilván az is van, hogy akkor ott törlesztve is lett egy vélt vagy valós politikai adósság, amivel Orbán Viktor felé adózott azért, hogy ilyen kis többség előtt az Európai Bizottság elnökévé választották. Én inkább azt mondanám, hogy ez egy ilyen általánosabb dolog, tehát a közhangulat változott meg, amit tök jól megmutat az is, hogy most ugye két példát hoztunk egymásra szemben. Az egyik a tanács, tehát az a miniszterelnökök, kormányfők döntése, a másik pedig a bizottság. Tehát mind a két oldalon látszik politikai akarat arra, hogy melyik az erősebb, és melyik fog tovább kitartani, azt szerintem már egy tök jó kérdés. Magyar kormány nagyon szeretett évek óta a bizottságra mutogatni, és a bürokratákat, meg Brüsszelt, amikor hibáztatja, akkor valójában a bizottságot hibáztatja. Valójában nekem az a meggyőződésem alakult ki beszélve EU-s diplomatákkal, bizottsági emberekkel, brüsszeli buborék aktív tagjaival, hogy amikor nagyon kemény döntések következnek, akkor úgymond a kilövési engedélyt azt az erős tagállamok fővárosai rendelik el. Tehát a mostani adott esetben Párizs, Berlin egyetértése kellett, és az a különös körülmény, hogy a kicsi kelet-közép-európai országok ne álljanak ellen egy tagállam megbüntetésének. Ez egy nagyon komoly probléma volt a magyar ügyben mostanáig, hogy a csehek, szlovének és általában a kisebb országok azt mondták, hogy csinálunk egy precedenst, hogy egy tagállamtól politikai okok miatt elvesszük a pénzt, akkor itt az erősek dominanciája ezzel úgy megnőhet, hogy mi is potenciális veszélybe kerülünk. És ez nagyon sokáig védte egyébként Magyarországot minden hasonló eljárással szemben. Nem akartak a kicsi és közepes országok egy példát hozni arra, hogy ilyen szinten meg lehet büntetni valakit. És itt a változás, hogy a nagy nyugati fővárosok mögé felzárkóztak a magyar ellenes álláspontban a kisebb országok, ez egyértelműen az Orbán kormány Oroszország politikájához köthető. Uh-huh. Egyébként ugye mindig van ez az ilyen, nem tudom, elemzői közhely, hogy Orbán Viktor ezeket a küzdelmeket mindig megnyeri az Európai Unióval szemben, és most is az elmúlt néhány hétben jött ki egy publikus felmérés, ami azt mutatta, hogy nem tudom, a szankciós infláció kifejezésnek a hitelessége az növekvőben van, meg volt egy Euróbarométer felmérés, ami azt mutatta, hogy csökken az Európai Unió támogatottsága, és hogy nem tudom, uniós tagságunk óta először, nem tudom, az EU-s átlaghoz képest alacsonyabb az unió támogatottsága itt Magyarországon, mint az uniós átlag. Tehát, hogy
innen nézve azért vannak arra utaló jelek, hogy belpolitikailag Orbán Viktor nyeri ezt a meccset, de ahogy te is most utaltál rá, itt azért történtek ilyen elidegenítő gesztusok szövetségesekkel kapcsolatban. Szóval ti hogy látjátok azon, tehát az Oroszország kérdés leszámítva, van még olyan dolog, amit így elszámolt Orbán Viktor, vagy hibát követett el az elmúlt egy évben az uniós források lehívása kapcsán? Hát hibát biztos követett el, hiszen nem jönnek az uniós források. Egészen pontosan idén még mint egy 1,5 milliárd euró érkezik, de az a 2014-20-as ciklus számláinak a terhére. Azóta friss pénz az agrárbüdzsén kívül, ami ugye egy teljesen másik világ, nem érkezik. Ez mindenképpen, hogyha az lett volna a cél, hogy érkezzen, ez egy hiba, ráadásul ennek a pénznek egy jelentős részét már ki is osztották pályázatokon, és megint egy részét meghitelezi a magyar állam saját nemzeti költségvetésből, aminek sokkal nagyobb költsége van, mint hogyha ez közvetlenül uniós forrásokból jönne. Ugyanakkor, hogy hibát követett el általánosságban az egész ügyben, ez csak akkor lenne egyértelműen megítélni, ha tudnánk, hogy mi a cél. Tehát, hogyha az a cél, hogy a moszkvai vezetés körében minél több jó pontot szerezzen, és onnan valamit egyáltalán látszik, én legalábbis egyáltalán látom, hogy mit, személyes, családi, ország számára, bármi számára valamilyen hasznot elérjen, akkor lehet, hogy jól mozog. Ha az volt a cél, hogy Magyarország hangját a méretéhez képest jelentősen felerősítse, akkor is jól mozgott. Kérdés az, hogy ezt a felerősített látvány, tehát amikor felfújja magát mondjuk egy apró állat konfliktus helyzetben, az most megtörtént, tehát Magyarországról sokkal többet cikkeznek, mint valaha a 1956 októbere óta. Ez ugye Törgyesség tudományosan ki is mutatták, megszámolták a cikkeket. Tehát Magyarország kívülről nézve sokkal nagyobbnak látszik most. Ha ez volt a cél, akkor ez is ezt is elérték, hogy ezt mire lehet használni, lehet-e használni egyáltalán bármire, azt szerintem még nem látszik. Tehát mondom, ha az volt a cél, hogy lehinni az EU-s forrásokat, akkor nem sikerült. Csak, bocsi, még egy picit pontosítva, hogy nem tudom, én például így az Erasmus ügy kapcsán gondolkodtam azon, hogy itt most tényleg ez benne volt a dokumentumokban, jól visszakövethető, hogy ez az Európai Bizottság is, meg a tanács is jelezte, hogy itt van valami probléma a kuratóriumi tagságokkal kapcsolatban, és hogy ezt így, mikor a Navracsics Tiborral készített Marci interjút, akkor is próbáltuk kideríteni, hogy ezt benézték, vagy a szándékos volt, tehát hogy innen nézve is érdekes ez a kérdés, a hibáztak-e, vagy ez a terv. Egyébként ez tök jó kérdés, hogy benézték-e, hogyha nagy empátiával viszonyulunk a kormány felé, akkor nekem háttérbeszélgetéseken hangzott el olyan, hogy igen, ezt benézték. Hogy ugye, amikor az Erasmus-szal fenyegetett, amikor erről a dokumentumról beszélünk, ez ugye benne van abban a határozati javaslatban, amit a kondicionitási eljárás elfogadása után kiraktak, ez két pontból áll. Az első pontja az a három a kohéziós alapok közé tartozó programból származó források 55%-ának felfüggesztése, a második pont pedig a szerződés kötés megtiltása minden közérdekű közalapítványok által közmenedzselt, közvetlenül az EU-tól érkező pénzzel kapcsolatban. De ez volt benne. Nem az, hogy az Erasmus pénzeket fogyasztják be, és itt ugye van még egy csomó kitétel ezzel kapcsolatban, hogy az Erasmus pénzek valójában, az Erasmusra még lehet pályázni, azok a szerződések a Tempusszal meg vannak kötve 2023-24-re, itt a 24-25-ös év az, ami kritikus ezzel kapcsolatban, tehát akár az idei jövő év első fél évben még működhetne is, a következő év már kritikus, itt sokkal nagyobb probléma a Horizont alapokhoz tartozó pénzekkel, mert ott egyedi szerződéskötés van, nem a Tempusszal szerződik az Európai Bizottság, hanem minden kutatóintézet saját maga, és ezért ott vannak olyan kutatások, programok, amik már lehet, hogy lezajlottak, viszont most kéne szerződni arra, hogy utófinanszírozással kifizessék őket, és ezeket lehet, hogy nem kapják vissza. Szóval el tudom képzelni, hogyha nagy empátiával viszonyulok a kormányhoz, akkor el tudom képzelni, hogy benézték. Én nem. Egészen pontosan azért nem, mert tavaly októberben, amikor elkezdték a EU-s elvárások szerint módosítgatni a törvényeket, akkor beadtak egy törvénymódosítást, ami a kuratóriumi összeférhetetlenséget feloldotta volna.
emlékszem, írtam is aznap egy cikket arról, hogy ha Orbán Balázsnak mennie kell, vagy el kell döntenie, hogy mi akar lenni. És vagy aznap este, vagy másnap este berohant a Navracsics az ATV-be, és mondta, hogy nem kell, nem erről van szó. És megváltoztatták, és akkor lett az, hogy nem dönteni kell a kormányzati pozíció és a kuratóriumi pozíció között a szereplőknek, hanem amikor a kuratóriumban olyan dolgokról kell szavazni, ami kormányzati támogatásokat érint, akkor egy eseti alapon ők nem vesznek részt a szavazáson. Ez jelzik, hogy összeférhetetlen. Igen, tehát ezt ők maguk változtatták meg, miután előzetesen tudták, hogy mit kéne csinálni, csak erősebb volt a lobby a kormányzati szereplők között, vagy bizonyos pletykák szerint Orbán Viktor döntése, hogy na, ilyen szinten nem adjuk meg, próbáljuk ki hát, ha ez így működik. Az előző blogban már beszéltünk így a jövő évi európai parlamenti választásoknak így a belpolitikai, vagy hogy mondjam, a pártpolitikai vonatkozásáról. Viszont arra lennék kíváncsi, hogy ti mit gondoltok az EU és Magyarország viszonyában, mit jelent a 24-es EP választás? Tehát hoz változást, akár számíthat arra Orbán Viktor, hogy számára engedékenyebb módosulások történnek az EU-s erőviszonyokban. Ő mit gondoltok? Hát ugye ez a 2024 az azért is lesz érdekes, mert nem csak önkormányzati és európai parlamenti választások lesznek, de ha jól emlékszem, akkor 2024 második fél évében Magyarország lesz az EU soros elnöke, ami azt jelenti effektív, hogy ő határozza meg majd azt, hogy mi kerül az asztalra. Ez nem csak Magyarország, tehát ezért nem vagyunk ennyire egyedülhagyva. A mostani rendszerben az van, hogy három ország közösen együttműködik ilyen triumvirátusokban, hogy legyen valami koherencia legalább a három összekötött elnökségnek programjai között. Tehát nem az van, hogy csak magyarok találják majd ki azt, hogy mi kerüljön a tanács elé, meg mind dolgozzon az egész EU, de elég nagy hatással lesznek ebben a fél évben arra, hogy mi történjen. Ez szerintem egy tök komoly teszt lesz arra egyébként, hogy ezt hogyan tudja kezelni az EU, és hogy mutat-e bármilyen önmegtartóztatás ezzel kapcsolatban a magyar kormány. Ugye korábban beszéltünk a hibákról, amiket elkövettek esetleg, évekig úgy tűnt, hogy azok, akik azzal problémáznak, hogy itt a magyar kormány magára marad, elszigetelődik az EU-ban, azok csak össze-vissza beszélnek, mert nem látunk konkrét mintát arra, hogy tényleg elszigetelődik. Mi a következménye annak, hogy elszigetelődik a magyar kormány, és most itt a következménye. Tehát annak, hogy mondjuk a magyar kormány kiesett az Európai Néppártból, annak is egyenes következménye az, végső soron, pár lépcsőn keresztül, hogy mondjuk gyengébb a forint, vagy hogy nagyobb az infláció, mint bárhol máshol. Ezek kézzel fogható, a belpolitikára hatással lévő következmények. Tehát ennyiben azok a tanácsok, amik az Orbán kormánynak szóltak akkor, hogy lehet, hogy esetleg meg kellene tartani a hagyományos szövetségeseinket, és bizonyos tekintetben vagy hátravonulni, vagy engedni, vagy kompromisszumokat kötni, azoknak a tanácsoknak igaza volt, mert ezekből negatív következmények lettek. Most, hogy ezekre a tanácsokra hallgat-e az Orbán kormány a következő év előtt, mielőtt átveszi ezt az EU soros elnökséget, az egy jó kérdés lesz egyébként, vagy hogy milyen módon tudják korlátozni, vagy hogy reagál egyébként az Európai Unió maga, meg a többi kormányfő arra, hogy az az ember lesz gyakorlatilag a házigazdája az egész európai tanácsnak, akit korábban megszavazták, hogy fogyasszák be neki járó pénzeket. De akkor ezzel azt is mondod, hogy igazából az, hogy nem tudom, az Európai Parlament összetétele hogy fog kinézni, az gyakorlatilag kevésbé fontos, mint az, hogy egyébként mondjuk a soros elnökségnél hogyan tud az előző elnökséget vívő és a rákövetkező elnökséget vívő kormányokkal együttműködni mondjuk a magyar kormány? Ha nagyon praktikus vagyok, akkor nem ezt mondom, mert továbbra is az van, hogy az Európai Unióban az történik, amit az európai kormányok miniszterelnökei akarnak, és jó eséllyel inkább az történik, amit a nagy európai országok miniszterelnökei akarnak. De ezzel párhuzamosan a 2019-es európai parlamenti választás az alapjában írt felül korábban nagyon határozott politikai elképzeléseket. Ugye az Orbán kormánynak is volt az elképzelés arról, hogy itt jön egy populista, nativista fordulat, ahol ő jobban tud majd lavírozni az európai parlamenten belül, nagyobb támogatottság. Ugye nem ez történt, teljesen felülírta, pont a liberálisok és a zöldek erősödtek, és azok a nagy pártcsaládok,
Ez már egy olyan bonyolultabb politikai képlet, de mondjuk a német kereszténydemokraták tök sokat vesztettek így a saját politikai mozgásterükből. Macron politikai mozgástere erősödött, mert ő pont abban a frakcióban ült be, ami nagyobb volt. Ezeknek önmagában nincs akkora jelentőségük nyilván, mint annak, hogy a tanács hogy dönt, de megmutatja azért, hogy 500 millió embernek nagyjából hogy alakul így kollektíven egy csomó mérési hibával együtt a politikai világképe és szándékai. Tehát szerintem ez is átalakíthat dolgokat. A magyar EU intézmények kapcsolatban a 24-es EP választásnak az lehet az egyik nagyon fontos szerepet túl a elhangzottakon, hogy lesz olyan frakció, amihez csatlakozni tud vagy akar a Fidesz. Ez változtathat a magyar kormány mozgásterén, beágyazottságán, szövetségi rendszerén, az egy védettséget jelent bizonyos szinten, hogyha van olyan frakció, ráadásul az EP többségéhez tartozó frakció, amiben benne lehet a magyar kormánypárt. Minden jel szerint a magyar EP képviselőknek körülbelül a fele fideszes lesz továbbra is, hogy ők továbbra is függetlenként kell, hogy úgymond tengődjenek, ami sokkal kevesebb megszólási lehetőséget jelent, sokkal kisebb befolyás, sokkal kevesebb bizottsági helyet. Vagy pedig sikerül létrehozni egy új, jobbos, a néppártól jobbra álló, erősen EU-kritikus frakciót, amire a Fidesznek 2017 nyara óta van nagyon erős törekvése, és eddig sosem sikerült ezt összehoznia. Leginkább azért, mert van egy erős megosztottság ezen a politikai oldalon a orosz ellenes és orosz barát jobb oldal között. És őket egyre nem sikerült összehozni és kibékíteni. Pedig ezért elég sok követ megmozgatott az elmúlt években az Orbán kormány. Vagy pedig sikerül valahogy visszalavírozódni a néppárt mellé, ahogy annak idején a brit torik is a néppárt mellett egy ilyen szövetséges alfrakciót vagy csoportot alapítottak, aztán elvitték, és abból lettek ugye a konzervatívok. Tehát meglátjuk, hogy milyen mozgások lesznek, ezt nagyon fontos lesz látni. De te egyébként inkább adsz esélyt egy ilyen lehetséges új frakciónak, vagy inkább nem? Vagy ez most én most igaz? Egyre kevés, a mostani helyzetben egyre kevésbé látok esélyt. Egyszerűen azért, mert az Oroszországhoz való viszony az annyira elsődleges kérdéssé vált az európai politikában, és annyira ez a legmeghatározóbb feszültség a két oldal között, hogy egyelőre én ezt nem látom, hogy ez átmenne. És hát nagyon nagy kérdés, hogy hány országban lesz kormányon ehhez a csoporthoz húzó erő. Azt látjuk, hogy az, hogy Olaszországban a Meloniék hatalomra jutottak, nem erősödött meg ez az összefogás a konzervatívok és a identitás és demokrácia nevű csoport között, utóbbiak a oroszisták. Fontos lesz, hogy Lengyelországban kinyeri a választásokat idén ősszel, szóval lesznek itt még kérdések, amik befolyásolhatják, de én egyenlőre nem látom azt, hogy ez összejönne. Egyébként a háború ugye nem csak az európai politikában, hanem globálisan is módosítja, nem tudom, az egész a geopolitika struktúráit, meg ezen belül a magyar kormány mozgásterét is, és hogy az elmúlt 10 évben a NER egyik sikerének a titka, legalábbis gazdasági elemzők szerint az volt, hogy képes volt egyrészt a nyugati szövetségi, gazdasági szövetségi rendszerekben nek az előnyeit élvezni, illetve emellett nyitni tudott Kína, Dél-Kelet-Ázsia, az öböl országok felé is. És hogy most, hogy kitört ugye egy éve a háború Ukrajnában, ez most átrajzol egy csomó mindent, az USA felől nagyon erős a nyomás, egyfajta ilyen tömbösödésre, Ursula von der Leyen most megy Kínába a héten, ha jól tudom, szóval, hogy itt vannak ilyen átalakulások, és mit gondoltok, hogy ez az Orbán kormány szempontjából fenntartható ez a fajta ilyen több lábon álló egyensúlyozás, ahogy egyébként ez a szándékuk is, tehát az Orbán Balázs által egy néhány hónapja írt Mandineres eszében kimondottan ez a tömbösödés ellen szólaltak fel. Szóval, hogy fenntartható-e ez,
És hogyha igen, akkor annak milyen költségei lehetnek politikai szempontból Magyarországra, meg a magyar kormányra nézve, Zsolt? Én ebben a kérdésben megosztott vagyok egy kicsit, hogy ez fenntartható-e. Nagyon úgy néz ki, Iván Krasztáv szokott erről beszélni, hogy a gazdaságpolitikai alapokról, a biztonságpolitikai alapokra tevődik át az európai politika alapvetően, és olyan dolgokat, amiket eddig toleráltak, mert hogy pénzt lehetett keresni olyan országoktól, akik gyakran fenyegetést is jelenthettek a hagyományos atlantista nyugati szövetségi rendszerre, azokkal lehetett üzletelni, mert pénzről volt szó, és egyre inkább arra tolódik az egész, hogy nem lehet üzletelni, mert már nem csak pénzről van szó, hanem a biztonságról is van szó. Szerintem pont ezért nagyobb hiba az, amit az Orbán kormány most a NATO csatlakozások gáncsolgatásával elkövet, mint amilyenek elsőre tűnik. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy bármennyire is alakul át ez a világkép, azt a típusú globalizációt, ami ezekre a hosszú ellátási láncokra, az egymással való együttműködésre épül, az tökéletesen nem fogja tudni kiiktatni. Mm-hmm. Tehát hiába van törekvés arra, hogy rövidebbek legyenek az ellátási láncok, hazatelepítsük a legfontosabb nemzetbiztonságilag is jelentős eszközöket, az a gazdasági rendszer, ami az elmúlt 70 évben fölépült gyakorlatilag a II. Világháború óta, de mondjuk az európai rendszerváltozások óta mindenképpen, abban olyan emberek szocializálódtak, akik minden egyes kiskapunál arra törekszenek, hogy ebből pénzt hozzanak ki. És ez a kollektív törekvés, ez továbbra is azt fogja ápolni, hogyha valamilyen pontján a közeljövőben a történelemnek együtt lehet majd ismét működni Oroszországgal, akkor nyilvánvalóan lesznek olyan emberek, meg cégek, akik oda fognak menni pénzt keresni. Ameddig ezt nem tiltják kifejezetten határozott eszközökkel, errefelé haladunk, de nem tartunk még itt. Szóval nekem ez egy összetett kérdés, de itt is az van, hogy addig nem fogjuk megtudni, hogy ez valójában miért van, amíg nem tudunk olyan klasszikus újságírói eszközökkel élni, hogy megkérdezzük például Orbán Viktort. Tehát egy csomó kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy ezeket miért csinálják. Pont te utaltál rá korábban a Twitteren, hogy ez lehet akár kínai kérés is, vagy kínai nyomásgyakorlás is, hogy folyamatosan arról beszélnek, hogy nem szétszakítani akarják ezt a globális világot, hanem továbbra is együttműködni. Tök jó lenne, hogyha ezekbe a dolgokba beleláthatnánk, mert akkor könnyebb lenne azt is meghatározni, hogy sikeres tud-e ezekben lenni az Orbán kormány, ha tudnánk, hogy mi a cél. Annak a mérlegét egyszer jól lenne pontosan megvonni, hogy ez az úgynevezett többlábon állás, amit a kérdés bevezetőjében mondtál, ez olyan nagyon különös volt-e? Tehát mondjuk Bulgáriához képest, vagy akár Ausztriához képest olyan erősek voltak mindig is az orosz kapcsolatok az üzleti téren is. Pláne Németországhoz képest, ami Kína felé is, meg Oroszország felé is nagyon-nagyon erős kapcsolatok voltak az egész az elmúlt időkig, illetve Kína felé a mai napig vannak. Tehát, hogy itt az történt, hogy az Orbán kormány valami egészen különös mozgást végzett a többi EU-s országhoz képest, vagy csak kommunikációs szinten csinált valami egészen mást, azt remélve, hogy ettől a kommunikációtól még további üzletek nyílhatnak meg, akár a politikai főszereplők magánérdekei mentén, akár az ország érdekei mentén, ez megint egy másik kérdés. Én nekem az a gyanúm, hogy igazából a gyakorlatban olyan nagyon más nem csinált a magyar kormány külgazdasági területen, mint egy csomó másik közép-európai ország, csak nagyon hangosan és látványosan verte a mellét, hogy mi ezt csináljuk. És ebből politikát csinált. Ez az egyik része a dolognak. A másik része a dolognak, hogy ez a fajta játék és politikai szövetségkeresés, karnyújtás kelet felé, és közben bent vagyunk a nyugati rendszerben, és sokszor úgy mozgunk, hogy az a keletieknek jó legyen, ez egyre nehezebben fenntartható. Kifejezetten Oroszország tekintetében tulajdonképpen már-már fenntarthatatlan most is. Ahogy erre utaltam, a Magyarország elleni pénzügyi szankciók szerintem és az információim szerint szorosan összefüggnek a magyar kormány orosz barát politikájával, tehát ennek már most nagyon komoly költsége van. Ha megnézzük, mindjárt hatályba lép az Egyesült Államokkal a kettős adóztatást elkerülő szerződés felmondása, ennek is van költsége. Az egyetemi támogatások megszűnésének már van bizonyos szinten költsége,
és ez úgy tűnik, hogy csak fokozódni fog. De itt is leginkább egyébként politikai dolgokról van szó, hiszen olyan különleges kereskedelmi kapcsolatunk, ami más országnak egyáltalán nincs az EU-ban az oroszokkal, nincsen. Tehát a szlovákok meg a csehek ugyanúgy veszik a vezetékes olajat, mint mi. Gázt elben bárki vásárolhat, akiknek az oroszok eladnak. Tehát ott nem az EU, aki döntő pozícióban van. Tehát nem erről van szó, hogy mi bármi különlegeset éppen csinálunk, hanem arról, hogy ezt meddig merjük politikailag ilyen hangosan vállalni. Igen, egyébként van ez a német radikális baloldali szociológus, a Wolfgang Streeck, aki szintén ezt mondja, hogy valójában itt nem ilyen külön utak vannak, hanem Kelet-Európában van egy integrált német gazdasági övezet, és az, nem tudom, üzletel Oroszországgal, Kínával, és hogy ennek csak egy alegysége tud lenni Magyarország. Már csak nagyon kevés időnk van, úgyhogy egy kérdésre maradt idő, mert hogy ugye lehet érvelni, hogy sokszor ez a híd funkció, ez tök hasznos. Viszont vannak helyzetek, amikor szerintem nagyon látványos, hogy döntéshelyzetbe kerülsz, vagy. És az akugyárak nekem egy ilyen kérdésnek tűnik, hogy mi most így 100%-osan ráállunk erre a kínai, dél-koreai akugyártási dömpingre, miközben az Európai Unió maga is sokat beszél arról, hogy hát ezt vissza kéne hozni helyben, helyi cégekkel ellen. Most a nemzetközi sajtóban nagyon sokat lehet ilyen svéd, meg más cégekről olvasni, akik akkumulátorokat gyártanak, ami azt is jelenti, hogy egyébként az Unió nagyon sok támogatást fog erre adni. És hogy ti mit gondoltok, hogy miért nem erre a vonatra? Tehát, hogyha már mindenképp akku nagyhatalom akarunk lenni, akkor miért nem mondjuk erre a vonatra ülünk fel, és miért tartunk ki mondjuk a távol-keleti modell mellett? Itt megint csak az lenne jó, hogyha tudnánk egyébként, hogy miért erre vonatra ültünk fel. Ugye az Egyesült Államok is valamennyire hasonló vonaton ül, de ők nem kínai befektetésként szeretnék ezt. Nyilván a gondolat valamilyen módon az, hogy borzasztóan leegyszerűsítve a világ a belső égési motorok felől az elektromosan hajtott autók felé megy, mi kell egy elektromosan hajtott autóhoz? Akkumulátor. Aki akkumulátort gyárt, az tud majd gyártani autókhoz akkumulátort. Ennyi lehetne a logika. Ez sok szempontból nagyon sok cikk volt már, ami ezt cáfolta téteresen, mármint azt, hogy ez egy különösebben jó befektetés lenne abban a formában, ahogy mi csináljuk, vagy Magyarország számára, vannak akiknek az egyébként. De itt is tök jó lenne kideríteni, hogy mi alapvetően a szándék. Az, hogy ebben hová áll az Orbán kormány, ez inkább a Péter területe, de szerintem ebben látszik valamennyi változás, talán a paksi atomerőművel kapcsolatban, ahol kezd elfordulni Oroszország felől, és inkább az EU felé fordulni. Valószínűleg inkább kényszerből az Orbán kormány. Annyira kemény ellenállásba ütközik ez az akkugyár pont Debrecenben. Én teljesen őszintén nagyon meg lennék lepve, hogyha ez abban a formában, ahogy ezt az Orbán kormány elképzeli, megvalósulna. És egyébként annyiban igazad van, hogy most van egy ilyen értékválasztás. Itt megint csak azt lenne jó tudni, hogy a magyar kormány mit képzel el arról, hogy Magyarország hova szeretne eljutni a jövőben. A lengyeleknél sokkal egyértelműbben látszik az, ami bizonyos szempontból ugyanilyen, talán ilyen eltévedt vagy ambiciózus vágy, hogy ők szeretnének egy ilyen új katonai nagyhatalom lenni az Európai Unió keleti szélén, és nem csak méretben, hanem egy high-tech, meghatározó, biztonságpolitikai, kifejezetten fontos katonai nagyhatalom. Ehhez nekik jobb a méretük, jobb az amerikaiakkal való viszonyuk is, a hadseregük kérdésesebb már, hogy jobb-e, de tehát ezek az értékválasztások bizonyos szempontból már megtörténtek, és a lengyeleknél is látszik, hogy megtörténtek, és tök jól lenne tudni, hogy mi mit választottunk igazából. Azt nagyon élesen szembehelyezni, hogy itt az európai értékek és az ázsiai gyárak között nagyon erős feszültség lenne, az abban az értelemben lehet, hogy egy kicsit túlzás, hogy például most február végén az Európai Bizottság jóvá hagyta a Gödi Samsung gyár bővítésére, akkumulátorgyár bővítésére jóvá hagyott 34 milliárd forintos állami támogatást, kimondva, hogy ez nem számít tiltott állami támogatásnak, és eddig minden ilyen átment, mint késre vajon a bizottságon,
és valószínűleg a debreceni gyár állami támogatása is át fog menni, különben nem haladna ennyire erőltetetten a projekt előre. Tehát ilyen értelemben az hivatalos EU-s politikákkal ez nem megy szembe. A másik részéről, a praktikus értékválasztásos részéről meg szerintem a Zsolt minden fontosat elmondott. Köszi szépen, hogy eljöttetek, köszi szépen, hogy egy picit segítettetek nekünk feltérképezni ezt az egyébként nem könnyen átlátható helyzetet. Gyertek máskor is. Köszönjük szépen. Nektek is köszönjük szépen a figyelmet, ha még nem tettétek volna meg, akkor kövessétek be a Partizán YouTube csatornáját, illetve kövessetek minket a különböző social media felületeken is, ezekhez minden linket megtaláltok a leírásban. Illetve még arra szeretnénk kérni titeket, hogy idén nekünk ajánljátok fel a személyi jövedelemadótok 1%-át, erről szintén minden információt megtaláltok a videó alatti leírásban. Én Papp Szilárd voltam. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, sziasztok!